Művészvilág. Találkozás Palotás Józseffel. A Dél-Dunántúl mediterrán hangulatú városában, Pécset járunk. Ez az a hely, ahol filmen főszereplőjének élete elkezdődött, így filmennek is ez az első helyszíne. Lássunk hát a mára szánt történetünk elmeséléséhez. Ez a város, ahol születtem 1947. január 6-án. Ez az a város, amire azt szokták mondani, hogy Isten jókedvébe teremtette. Itt állunk a Havihegyen, gyermekkorom kedvenc színterén, a Havi Boldogasszony templom mellett, ami körül két korpusz őrzi a hegy szigetén a látványt, ami elterül körülöttünk. Kelet felől nyugat felé nézve a tájat, először a régi ipari területet látjuk, aztán a Villányi hegy felé tekintve a hőerőmű füstjét ellenfényben, majd még tovább nyugat felé tekintve a régi városrész, az öreg városrész, a Széchenyi térrel, dzsámival, székesegyházzal, városháza, és még jobbra tekintve a Mecsek lábánál a Kálvária domb, ahol első akvareljeimet is készítettem. A Kálvária domb alatti területen lakott nagyanyám, meg én is ott születtem a várfal túlsó oldalán. Úgy hozta a sors, hogy innen kerültem Dunói városba, ahol közel 3 évtizedet töltöttem, és sajátos kegyelem folytán visszakerültem Pécsre, ugyanabba a kerületbe, ugyanarra a helyre, ahol nagyanyám is élt és gyermekkoromat töltöttem. Minden változik, és minden folytatódik. A pályafutás Pécset kezdődött, Dunói városban teljesedett ki, ahol Palotás megtalálta saját hangját, formavilágát és témakörét. Aztán minden itt folytatódik Pécsett, a dolgok menetét a költözések nem változtatták meg. A sors írja a maga forgatókönyvét. Itt vagyunk a ház pincéjébe, annak a háznak a pincéjébe, ahol most már visszaköltözésem óta Pécset lakom. Mindig is vágytam arra, hogy legyen egy ilyen nagy pincém, egy ilyen nedves, egy ilyen dohos, penészes pince, amilyen ez itt most. A sors furcsa fintora, hogy azok a szobrok, amelyek az elmúlt években készültek, és az én tulajdonomban vannak még, azok most ide kerültek le a ház átépítése miatt. Furcsa az egészben az is, hogy a fém, akár a bronz, akár a vas, de még a kő is, voltak éppen a földből vétetik ki, a földből bányásszák elő, és varázsolnak bele különféle tárgyakat, többek között szobrokat is. Ezek a szobrok vándoroltak ide-vissza a föld alá. Ami most itt készül film, azért borzalmas és azért szép is egyben, mert az ember abba bízik, hogy ezáltal egyfajta örökvaló létet, egyfajta megmaradást vívhat ki magának, vagy szerezhet magának. De hát tudomásul kell venni, hogy mindez csak illúzió. Az, hogy az emberek meghalnak, az mindig természetesnek vesszük. Az, hogy én is meghalok, az viszont botrányos, posztmodern gondolat. Most pedig megnézünk néhány igazán patinás fényképet Palotás József gyermekkori éveiből. Szerinte a fénykép a sík csapdájába esett múlt. Csak nyomokban létező üzenete van a feledettségből, a csalóka emlékezeten keresztül magunkról, hozzátartozóinkról, a véletlenül szereplő tárgyakról és személyekről. Az emlékezet hézagosságát a visszarévedő szentimentális gondolatok töltik ki. A fénykép olyan tükör, melyben nem ismerünk magunkra, mégis meghatódunk. Ki tudja miért?
Palotás József katonakönyve. Budapesti villamos bérlete. MÁV utazási igazolványa, életének fontos tárgyi emlékei. De a Domanovszky Endre által jegyzett főiskolai oklevele és az 1995-ös Munkácsy Mihály díja már szakmájával szorosan összefüggő dokumentációk is egyben. A dunaújvárosi évekre a város közterein álló szobrai emlékeztetik az itt élőket, de magát a mestert is. A folyó fölött magasodó partszakaszon álló szoborpark két palotás művel is büszkélkedik. Felkiáltó jelek a térben és történelemben, öntött vasból és kovácsolt vasból. Az akkori dunai vasmű szakmai támogatói hátterével megvalósult munkákról így ír Palotás. A vas, az isteni fém a tűz mágiájában születik, az alvilági erők segítségével, körülötte kénszag, füst, korom, dübörgés és remegés terjeng. A vasgyár, a mesterséges vulkán, ahol az öntött vas szobrok készülnek, az alvilág földimása, ahonnan a szobrok az ég felé nyújtózkodnak. A dunai városban álló alkotásai között a mester fontosnak ítéli az 1990-ben készült 48-as emlékművét. Ő talán erre a legbüszkébb. A II. Világháború befejeződése után ez az első 1848-as emlékmű, amely Magyarországon megépült. Múltat és jelent összekötő szimbolikus kapu, mögötte a régi temető, előtte az élő város. Ebben a térben a történelem sűrűsödik össze, szinte tapinthatóan. Ennek avatási ceremóniáját egy korabeli televíziós felvétel segítségével idéztük. 1995 tavaszán váratlanul meghívtak Szlovákiába egy bronzöntő szimpóziumra. Ez galántán működött Szabó László szobrászművész házába, műhelyébe. Abba az évbe két cseh, két szlovák és két magyar művész vett részt a szimpózionon. Számomra az volt a különlegessége, hogy addig csak hallásból ismert viaszveszéses technikával öntötték a bronzot. Azt hiszem, akkor szerettem bele a bronzba igazán, hiszen az elejétől a végéig végigkísérhettem a technológiát, végigcsinálhattam, végigtapinthattam. A viaszöntés lényege az, hogy egy olyan héjszerkezetet hozunk létre, amely olyan vastag, mint amilyen majd valamikor a bronz lesz. Ez az egész úgy működik, mint az ember testén a bőr. Most tehát tanúi lehetünk, ahogy egy új Palotás József szobor megszületik. A rajz az első és egyben alapvető fontosságú fázis az ötlet megvalósulása folyamán. Az ötlet és készítés vágya indukálja, melyben először fogalmazódik meg vizuálisan a szobor kétdimenziós képe. Ahogy mondja nekem, a téma a folyamatban bomlik ki, nyeri el majd végleges szobor formáját. A rajz mindennek az alapja a képzőművészetben, abban már minden fontos dolognak jelen kell lennie. Ha megvalósuló plasztika nem hozza a rajzi felvetéseket, a mester lebontja, új megoldást és ötletet keres magának. Minden művészi tevékenységben születnek olyan munkák, melyek a művész megítélése szerint nem hordozzák a szándékolt tartalmakat és formákat, az alkotó szelektálást végez. Palotás elmondása szerint 8-10 évenként rettenetes írtást végez alkotásai között, melyben néha olyan munkák is a pusztulás részesei, melyek meg is maradhattak volna. Ez egyben szigorú önkritika és önvizsgálat is, mely egy sajátos, romboló és pusztító örömet is hordoz, az alkotás ellentétét. A mester önvizsgálata szerint művészi pályája egyenes vonalú volt, benne természetes megtorpanásokkal és megingásokkal. Pályája elején, a vonal elején becsült mestere Somogyi József szobrászművész indította el, akinek sodró és különös formavilágát kellett először levetkőznie. Ekkor fordult a nonfiguratív szobrászat felé. Úgy mondja, hogy intenzíven dolgozik. A szobor kialakítása és megformálása folyamán elsősorban ösztöneire támaszkodik, egy belső késztető erő irányítja.
csak a munka végső fázisában engedi ahhoz közel tudatosságát és intellektusát, hogy az íre a pont felkerüljön, a mű formai és tartalmi szempontból teljessé váljék. Elve szerint a cím fontos iránymutató és irányjelző. A végleges cím csak a mű teljes elkészülte után fogalmazódik meg, mint a szobor epigrammája. Ránézve a majdnem végleges alkotásra úgy találja, hogy abban olyan többlet gondolatok is megjelennek, melyre ő maga nem is gondolt a tervezés és kivitelezés során. A munka egy budapesti öntőműhelyben folytatódik. Itt az elkészült viaszformát samottos gipszes öntőformába foglalták, amit a tényleges öntés előtt 700-800 fokon kiégettek. Ez a kivitelezés azon ritka pillanata, amikor a viaszszobor elég, eltűnik és füsté válik. Az utolsók egyikeként tanult, hivatalosan is e végzettségű öntőmester nagy tapasztalattal és szaktudással keveri az alapanyagokat. Készíti elő az ezek elegyéből alakuló folyékony bronzot. Azt az anyagot, mely az öntés folyamán kitölti a viasz egykori helyét. A szobor újra születik. De a végső pillanatig még egy szakember, Palotás másik állandó és megbecsült segítője veszi kézbe az öntés folyamán meggyötört felületű alkotást, mely itt, e parányi monori műhelyben kezd el igazán ragyogni. Emlékezve az egykori nyári szimpóziumra, Palotás József azt mondja nekem. Én akkor tanultam meg, hogy a bronzszobornak lelke van, saját belső tüze van. Voltak éppen a bronz ebbe a technológiába éri el az anyagszerűségének a csúcspontját. Szobor lesz belőle. Eddigi munkásságomra innen, mából visszatekintve minden egyenes vonalonnak természetesnek tűnik. Az alapmotívumok, az alapgondolatok és alapformák végig jelen voltak. Lehet, hogy ez csak egy beleképzelés, belegondolás, beleérzés, minden esetre nekem igaznak tűnik. Az biztos, hogy bizonyos szempontból szakaszolható, szétbontható ez az egyenes vonalú tevékenység. Talán három részre, melyikből az első az az útkeresés, amelyik a főiskola után történt. A második az, amikor rátaláltam az első olyan anyagra, amelyiket igazán magaménak éreztem, amiről igazán úgy éreztem, hogy az enyém, és azt tudom megcsinálni benne, amit én akarok. A harmadik szakasz talán az az időszak, amikor lekerültem Pécsre, és elkezdtem az egyetemen tanítani, amelyben fiatalokkal találkoztam újra, ahol úgy érzem, hogy szellemileg megfrissültem, amelyik olyan gondolatokat és élményeket adott, amelyek úgy érzem, hogy megváltoztatták. Nem csak az egyéniségemet, hanem a munkásságomat is. Palotás József szobrai sokfelé jelen vannak a világban, köztereken, gyűjteményekben és magánlakásokban. Mint nekem megvallja, ha elkészül egy műve, akkor az végleg leszakad róla, elhidegül és eltávolodik tőle, és a készítés tüze kialszik.
mikor újra találkozik valamelyik rég nem látott alkotásával, rácsodálkozik és megkérdezi magától. Ezt én csináltam. A művek saját, különös vándoréletüket élik. Nem okoz neki lelki megrázkódtatást, ha meg kell válnia valamelyiktől. Az új lehetőségek izgatják, az újak kívánnak kiszakadni belőle. Az egyik szobor nyomja és tolja a másikat előre. Nincs ideje beleszeretni a munkájába. Azt is kijelenti, hogy ez egy tévhit, amit sok művész és ideológus mond, hogy azért alkotnak, hogy másoknak örömet szerezzenek, vagy feltétlen mondani valójuk van mások számára. Az is tévhit, hogy múzeumok, kiállítások és gyűjtők számára dolgoznak. A művész megveszekedett, önző ember, így számára az alkotás kínzó belső kényszer. Arszpoétikája-e, amit írt nekem művészi szerepvállalásáról, nem tudom. Minden esetre közzéteszem Palotás mester eme költői gondolatát, mely így szól. A világ általam nézi magát, bennem reflektál magára. Én is a világ vagyok, médium vagyok, tükör vagyok, a magam tükrében nézzük egymást, én és a világ. Tükörvilág. Nem azt látom, amit tapintok, mert amit tapintok, az a világ, felszínem tükre, minden, amit valóságnak tudunk, amögött, az alatt, azon túl van. Ha a tükör mögé nézek, a semmit látom. Ha magamba nézek, tudatom tükrében látom a dolgokat. Most pedig néhány kiállítás katalógusával szemléltetjük a mester szakmai pályafutásának kilométerköveit. Komló 1976, Velence Galéria 1978, Balatonkenese 1985, Fészek Galéria Budapest 1988, Galánta 1995, Szekszárd 1996, Vigadó Galéria 2001, Kis Galéria Pécs 2002, Nemzeti Színház 2003, Körmendi Galéria 2003. Pécs, a régi, új város. Minden fény, díszlet és csillogás, az éjszaka szépsége és káprázata pompázik. A rossz, a csúnya és illetlen gondolatok a sötét és a lámpafény mögött lapulnak. Ez az a város, amely ismét visszafogadta a Palotás házaspárt. Már szóltunk Palotás József hajdan volt kiállításainak soráról. Most Budapesten ismét a Körmendi Galéria ad otthont legújabb szobrainak. Azoknak a szobroknak, melyek egyelőre a kíváncsi tekintetek elől elzárva, gondosan becsomagolva érkeznek a helyszínre. A megnyitó napját írjuk. Ma is itt, most minden a mesterről és új alkotásairól szól. Ha címet akarnék adni a kiállításnak, akkor azt mondanám, hogy sarokszobrok. Négy sarokszoborról van szó, és ami mellett most ülök itt, az az egyik sarokszobor, amelyiknek a címe Álom, ami semmi más nem takar, mint az, hogy nagy a hasonlóság a halál és az álom között, hiszen mind a kettő magánál nem levést jelent, vagyis az, hogy öntudatlanul néz a világba, illetve egy egészen más világot él át, mint amilyen a realitás. Igen, nagy szerencsém volt, hogy az ötletemhez gyönyörű szép lányokat és modelleket találtam. Itt mellettem, aki Google-ül a sarolta, és a szobornak a címe pedig a félelem. Voltak éppen ez azt akarja, vagy azt jelenti, hogy a mai világban az elmagányosodott, elhidegült, lelkileg és szellemileg elszegényedett ember fél mindentől, fél a világtól, és ennek ellenére a szépségét megtartja. Tehát a félő vagy szenvedő ember is lehet szép, sőt nagyon szép. Ez az együttes harmadik darabja, amelyik a magányról szól. A magányosan tengődő ember szellemileg, lelkileg, testileg is elidegenedett a világtól, magától és mindenkitől.
Ezt a témát próbáltam oly módon földolgozni, hogy fehérre festettem a szobrot, hogy minél távolabb vigyem a valóságos színektől, valóságos érzelmektől. A színes vonalakkal megkötözött ember végleg magára maradt a tükörben. A negyedik tipikus emberi magatartásforma, amelyik meghatározza életünket, illetve voltaképpen mondhatnám úgy is, hogy a modern ember életét beragyogja, az pedig a vágy. A mindennek a vágya, az anyagiaké, a szellemieké, és természetesen az érzelmeké és a szexé is. Többek között erről szól a negyedik szobor, amelyik szintén egy nagyon szép leányról készült. Ez a szobor az együttesnek mind fizikailag, mind tartalmilag a középpontjában áll. Tartalmilag mondhatnám azt, hogy a csúcspontja, ha egyáltalán ilyenről lehet beszélni egy kiállítás kapcsán. Mindenesetre a négy sarokszobor az én szemszögömből nézve mindenképpen egyfajta negatív kisugárzást visel vagy bizonyít, addig ez a középső megpróbálja ezt a negatív hozzáállást, negatív szemléletet kiegyensúlyozni. A szobornak a címe a hajnal, az a pillanat, amikor az ember már öntudatánál van, de még nem biztos abban, hogy milyen ez a világ, és hogy érdemes ebbe a világba bármit is tenni. Bármilyen furcsán is hangzik, ez a két szobor mellettem, a hajnaloszlop és az éjoszlop, hasonló gondolatokból és hasonló célokból született, mint az öt női aktot ábrázoló együttes. Ugyanis az életnek két sajátos oldalát, az éjszakait és a nappalit, a sötétet, a világosat, az értelmeset, az értelmetlent, az élőt és a halottat állítja ellentét párba. Szobrok, tükrök, fény és illúzióit minden. Mosolygó emberek, pályatársak, kíváncsi műkedvelők keresik és kutatják, miről is mesél Palotás. A megnyitó beszédet a jó barát és pályatárs Birkás István festőművész tartja. A szobrok, ezek a szobrok a művész lelkéből valók. A szívből jobbra, a mellkas táján van a lélek. Mondják, a kabát és az zakó alatt. Ott lapulnak a művész szobrai, a kéz csak végrehajtja, amit a lélek diktál. Előjöttek hát ezek a szobrok a rejtek helyükről. Mert Palotás szobrot csinál akkor is, ha ma posztmodernekkel, álművészekkel, performanszekkel telnek meg a művészet templomai. Akkor is szobrot csinál, amikor autót vezet, akkor is, amikor alszik, akkor is, ha sört iszik, akkor is, ha nem. Mindig szobrokat csinál, szerencsénkre. Szívből ajánlom mindenkinek, hogy tekintse meg a kiállítást. Köszönöm szépen. Szevasz! E kiállítás is már a múlt. Az ott járt látogatók, az ott kiállított szobrok és a róluk lepergett film virtuális terében találkoztunk Palotás Józseffel.